Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket, önöket, önök VNTV-t, Ivanatúra televíziót látnak, láthattok. FV kódássorozatunk, ami nem tesz más, mint felelősségvállalásunk koeficiense, vagy felelősségvállalásunk mértéke című adássorozatunkban dr. Csicsor János barátommal beszélgetünk. Köszönöm. Ennek a beszélgetésnek az az apropója, hogy egy pár hónapja volt nálam itt dr. Pénzes Éva és Cseh Krisztián. Végbeszélben vannak a termőföldjeink címmel. Készítettünk egy adást, aminek elég jó kis nézettsége volt, a szakmai visszajelzése is releváns volt, és akkor mi leültünk valahol egy teát iszogatni, és fölidéztük a múltat. És a múltat úgy szólt, hogy nem tudom, Ajka hány éven volt a ajkai katasztrófa. 2010-ben. 10-ben volt, 12 éve, és akkor a magyar királyi egyes vagy kettesen megláttalak ott a szántóföld közepén, és valami riporternek elmondhat, hogy igenis, még ez a borzasztó állapot is visszafordítható, amit itt a termőfölddel tettek. Visszacsatolnék Pénzes Éva adataira, amikor elmondja, hogy percenként hány ezer hektárnyi föld pusztul ki a földön, és igazából elmondják, hogy ez a fakivágás, ebben már részletesen belemegyünk ennek a forrása. És akkor, amikor elkezdtünk erre beszélni, azt mondtad, hogy igazából visszafordítható, van erre mód, erre szándék legyen, hogy az ember élővé tegye a talajokat, mert ha hol talajba, hol táplálékokat vetünk, akkor az csak halált okoz, csak az élettüze által éljetek című Eszénus evangélium. Igen. Gondolatiságát, és én át is adnám neked a szót, induljunk el onnan Ajkáról, jó? Ott jó. Mit javasoltál? Jussunk el oda, hogy miért engedik ezt meg, ugye mindig valami akkor következik be, ha ez bizonyos erők megengedik, hogy a föld pusztuljon, mert a hátsó szándékukban mindig van valami más ötletük, hogy az emberiséget hova tereljék, mert sokan vagyunk már, még ha 500 millióan is leszünk, akkor is csak a halott föld nem fog bennünket tudni táplálni. Igen. Hát akkor kezdjük Ajkán. Itt Feldevecser, ugye a vörösiszap katasztrófa. Ugye ott olyan 700 hektárnyi termőföldet öntött el az iszap. És hát ez egy kicsit be is ivódott a földbe, és gyakorlatilag ott minden élő anyag elpusztult abba a földbe, hiszen ilyen 13-as pH-jú lúgos iszap öntötte el. És hát miután egyrészt közel voltam, ugye én bele ártottam magam, meg úgy gondoltam, hogy a húmisavak itt segíthetnek. És oda mentem, többször is egyszer be se engedtek, aztán beszöktünk, aztán a polgármester is segített, akkor egyszer beszöktem a szó szerint a Védelmi Bizottság ülésére, akkor ott is fölálltam. Ezt úgy valahogy, ez úgy bennem volt, hogy ezt nekem meg kell tennem. És ott volt az egész szén vezérkar, és én fölálltam, mondtam, elnézést, én csak egy pár mondatot szeretnék, hogy szerintem van itt egy megoldás, itt van közel, ahol nagy a baj, ott közel a segítség, és hogy én bemutatnám itt ezt, hogy ez működik, és nyugodtan vizsgálják meg, én állok elébe, hát ott ment, ki ez, ki, hogy került, ki engedte be, és de végül is végignézték, hogy a huminsavot beleraktam az iszapba, és perceken belül semleges lett az iszap. De visszajött a pH-ja talán? Vissza a 7-esre, igen. És akkor ezt elküldték még az akadémia talajtani kutatóba, és ott is megnézték, megvizsgálták, és tulajdonképpen kiderült ugye minden fórumon, hogy ez így van, ez ilyen. Működik. Működik. Mm. És akkor végül is egészen a Nébik szintig kötöttünk egy megegyezést. Ez egy akkor már engedélyezett talajjavító készítmény volt, tehát nem kellett engedélyezni sem, mert hiszen volt engedélye, úgyhogy a 700 hektárt lekezelték ezzel a homisabbal. Most azóta azok a földek sokkal jobb állapotban vannak, mint a körülötte lévő földek. Tehát egy ilyen kiindulási állapotból is, ami azért sokkal rosszabb, mint a 20 éve műtrágyázott talaj, igen. Még ennél is rosszabb. Igen. És ez... Hiszen ugye mi volt a diszabba? A lúgon kívül, ami benne volt, csomó ásványi anyag, mikroelem, nyomelem. És ezt a lúgot a huminsav semlegesítette.
és gyakorlatilag ott humusz került bele, humissav került bele, mikroelemek kerültek bele, tehát egy olyan dózis kapott az a talaj, mikrobák is kerültek bele, mert azt én javasoltam is, azt is elfogadták, hogy valamilyen talaj mikrobiológiai készítmény előtt újra kell indítani a talajéletet, és ez meg is történt, és egy-két év múlva ott jöttek a gazdák, akikkel ott annak idején beszéltünk, meg a falugazdásszal, hogy hát nem hisznek a szemüknek, mert sokkal jobbak ott a természet. De ez egy siker neked, nem egyébként? Igen. Zábor. Igen. Nekem igen. Mindjárt egyébként a Csipke Rózsika, vagy Hófehérke, Királyfi Csókja című dolog, amikor már valamit holtán nyilvánítunk, és ez van most a halott földterületeinkkel is, mert létszeres fejtsd ki ezt a erdőirtások következménye. Beszéljünk arról, hogy a chemtrail ugyanúgy ellugosítja a talajt, mert az a legnagyobb, ezért száradnak ki a fák, hogy ezzel a módszerrel mit tudnál cselekedni, illetve azt, mivel a legnagyobb gond szerintem nem csak a fakivágás, hanem a műtrágyázás, hogy igen, van egy kicsi kertem, ott én humuszt csinálgatok, és vannak már gilisztáim, és akkor megjelennek ezek a sárga csőrű édes fekete madarak, akiket nincs szívem lelövöldözni, de ők folyamatosan szedik ki a gilisztát igen. a földből, mert hogy ők nagyon sokszor ezzel táplálkoznak, olyan. Amikor már igen. nincs más. Igen. És ha már giliszta van, akkor már van a gilisztának ez a nyála, minden mesél le ezeket. Igen. Hát én visszamennénk a gyökerekhez, tehát hogy honnan is jutottunk ide. Én a fakivágás az probléma, hogyha nincs újra telepítve minden, de ez inkább a föld oxigén meg széndioxid egyensúlyába játszik. Egy fél mondatot. Nálam jöttek favágók, a házamtól 30-40 méterre kivágattam az erdőt, mert az utolsó erdőtűznél nyaldosta a tetőmet, és fölötte egy ilyen aktív vízérből kapta a kutam a vizet, és ma már is egyszer agyammal fölfogtam, hogy ezek a gyökerek vitték le folyamatosan a vizet, na most ezek nem viszik, mert nincsenek ott igen. a fák, csak hogy ez amikor igen. arról behallunk, hogy apadnak ki a kutyaink, nem a talajt adó vízréteg csökken, hanem az erdő kivágások miatt a fölöttünk lévő domboldalból se tud már a vízréteg csordogálni. Bocsánat. Ez egy nagy része a vízes problémáknak, ahol van egyáltalán erdő. De ahol nincs erdő, szántóföldi talajok vannak most már évtizedek óta, ott meg más problémák vannak, tehát hogy hol kezdődött a probléma. Én úgy gondolom, hogy olyan 50-100 évvel ezelőtt kezdődtek ezek az úgynevezett intenzív mezőgazdálkodásnak a bevezetésével, amikor elkezdtük a kémiai műtrágyákat, növényvédőszereket, és ezzel oda jutottunk, hogy most arra katasztrofális ásványi anyag, mikroelem, nyomelem hiány van a talajokban. Gyakorlatilag a humusz az szinte eltűnt a szántóföldi talajokból, és a mikrobiológiai élete gyakorlatilag sikeresen kiirtottuk a sok növényvédőszerrel. Ezt én úgy szoktam mondani, hogy sterilizáltuk a talajainkat. De nem csak a glifozátra gondolsz most. Nem, itt tehát az összesen. Ugye DDT-vel kezdtünk, glifozát, meg gyomirtó, meg és ezek. Mit tesznek a műtrágyák a talajinkkal? Hát egyrészt olyan beavatkozás, ugye főleg a nitrogén, hogy itt felfújják a növényt, tehát gyorsabban nő a növény, ez tény. Lehet, hogy nagyobb a termés is, de maga a növénynek a szerkezete, a sejtek, a szöveteknek az illeszkedése, tehát itt kitágul a szövet. És olyan kórokozók is be tudnak menni, amik azelőtt nem tudtak, mert szorosan illeszkedtek. Tehát ezzel sokan foglalkoztak régebben. Ez egyértelmű, hogy ez a kitágulás miatt be tudnak támadni olyan vírusok, gombák, amik baktériumok, amik azelőtt nem tudtak. És ez ellen persze védekezni kell növényvédőszerrel. Na de ha ezt visszacsinálnánk, ezt a normális szövetszerkezetet, akkor nem kéne a növényvédőszer se. Most nagyon leegyszerűsítve a kérdést. És akkor a peszticidekről beszélünk, ami viszont a végső soron ott áll ez a szerencsétlen ember, aki ezt a sok növényvédőszerrel kezel cuccot megeszi, és a peszticidek folyamatosan azt a mocsárt növelik, ami bennünk igen. van, és egy idő múlva vagy immunbetegség, vagy olyan betegség. Hát a B-flórákat gyakorlatilag, ugye ezek általában a B-flórát írtják ki, a glifozát és a többiek, meg kirukasztják a belettárt. Ez is, ezek ilyen tabu témák, de hát most már nem lehet ezt a szőnyeg alá söpörni, mert ez rengeteg publikáció meg bizonyíték van erre, ez nem kérdés. A kedvenc közös témánk, ezt vizsgáljuk meg ezt a
humusz kérdését, igen, és a talajban lévő mikrobiomnak az életét. Igen, igen. Hát ez a kulcsa valahol az egésznek. Igen. Tehát ott tartottunk, hogy 50-100 évre visszamenőleg ugye elkezdődött ez a műtrágyázás, tehát a kémiai műtrágyázásra beszélek, mert most nem, nehogy valaki ezt úgy értse, hogy nincs szüksége a növénynek tápanyagra, dehogy nem van. De hát ezt másképp is meg lehet oldani. És ezzel a talajaink egyrészt elkezdtek savasodni, és ugye ahogy savasodik a talaj, úgy az ásványanyagok, mikroelemek oldhatósága is nő, és ezek nagy része kioldódik a talajvízbe. Tehát elmegy a talajból. Másrészt elsősorban a foszfor műtrágyáknak köszönhetően átalakul olyan kémiai anyaggá, vegyületté az ásványanyag, főleg a kálcium, magnézium, vas, mangán réz ezek, hogy a növények nem tudják felvenni. Mert ott van tehát csinálunk egy talajanalízist, benne van minden. Csak a növény nem tudja felvenni. Mert ilyen, olyan kémiai formában vannak ott már jelen az ásványanyagok, hogy azt nem tudja kioldani a növény a talajból. Tehát egyrészt csökken is a szintjük, másrészt átalakul felvehetetlen formává, mert nincs humusz, mert a humusz, a szerves anyag, a talaj mikrobák, azok olyan állapotba tartanák a tápanyagokat, hogy a növények fel tudják venni. De így, hogy eltűnt a humusz, eltűnt a mikrobiológiai élet, ezek a tápanyagok nem felvehetők. És van még egy harmadik lába ennek, hogy hova tűntek az ásványanyagok, hogy olyan intenzív gazdálkodást folytatunk, hogy gyakorlatilag kiszedjük még azt a maradékot is, nagyon-nagyon kiszedjük a talajokból, és nincs utánpótlás, mert hiszen egy átlag szántóföldi kultúrában nitrogén-foszfor-kálium műtrágyázás van, nagyon-nagyon ritka, hogy mondjuk kukoricába cinket még tesznek. Tehát több oldalról is meg van támadva ez a helyzet. Jó. Ugye a mi ősi, még biológián is ezt találtuk, hogy a mi őseink vetéshorgót használtak, négyféle növény kevergettek, de voltam a hortobágyi hallgazdaságban, és azt mondják nekem, hogy mi nem a halakat etetjük, hanem azokat a kis élő, nem tudom, sokan jártunk pedig ilyen piros, hosszúkás, és a tubiflex. Igen. Tubiflexet etetjük, amit utána a hal megeszik, és attól lesz a hortobágyi halnak isteni vize, és ezt én tudom osztani. Visszamegyek. Uh-huh. Amikor a talajt trágyázom, akkor nem feltétlenül a kiéhezett disznónak a kiéhezett rágyáját viszem oda-vissza, hanem ott is olyan szinergista baktériumokkal találkozik a talaj humusz baktériuma, ami utána képes bármit lebontani, és itt van a lényeg a dolognak, tehát hogy eljussunk a biotranszmutációhoz, mert hogy azok az élőlények is, azok a rendszerek is működnek, amikor egy hal széklete beleürül egy nagy víztartályba, és az ott élő baktériumok elejtják azt, ami utána a felszívódik a növényben, és olyan dolgok is megjelennek, amit a talajban már nem találsz meg. Igen. És igazából ennek vagy te a nagy tutója, tehát hogyha az életet helyre tudom állítani a talajban, akkor a trágyával, ezt a kettőn nagy nehezen kigyögni, akkor az a trágyával én nem a földbe viszem vissza az ásványokat, részben igen, hanem az ott élő életet kezdem el táplálni, ami utána önmaga képes, mert hogy 100 000 év alatt azért csak kirült volna ez egy talaj, főleg miután elhordjuk a talajról azt, amiből visszatrágyázódhatna. Na, ezt a világot fejtsd ki nekem. Hát, ugye, ahogy mondtam az előbb is, nagyon sok ásvány ott van a talajban, csak a növény nem tudja felvenni. Aha. Tehát itt a kulcs mindenképpen, amit te is mondtál, mondjuk a szerves trágya az egyik kulcs, de még csak nem is arról van itt szó, hogy a szerves trágyát úgy, ahogy van, vigyük ki a földre, hanem azt komposztálni azt, kell. Azt ott kell. Tehát mindennek a kulcsa a komposztálás, én úgy gondolom. Ahol a komposztálást ugye baktériumok, gombák végzik. Illetve hát a giriszta csinálja a humuszt. Tehát végül csak oda jutunk, hogy a giriszta a legfontosabb. És régen ezt így is gondolták, tehát egy termő talajnak az értékét úgy mérték, hogy egy négyzetméterre hány darab giriszta van. Tehát ez ilyen egyszerű, ide is le lehetne fordítani, mert a giriszta állítja elő, tehát az a nagy alkimista, a talajnak az alkimistája, a giriszta. És ő arra van kitalálva, hogy a szerves anyagból, meg az ásvány anyagokból humuszt csináljon. Ő a biotranszmutáló egyébként? Igen, igen. Igen. És hogy miért fontos ez a humusz? Tehát azért, mert egyrészt szénforrás tápanyag talaj mikróbáknak, amik lebontják
a szerves anyagot, és újra felvehető humuszt, illetve nem is a humusz a felvehető, hanem a humusz az a közeg, amin keresztül a humusz komplexekhez kötve tudják a növények felvenni a tápanyagokat. Tehát ott alakul át a szervetlen szervesé. Így van, oda ragasztják ezeket a fel nem vehető, egyébként a sterilizált talajokban fel nem vehető ásványanyagokat, ezek a mikrobágiliszták, most nem tudok jobb szót, oda ragasztják a humuszhoz, és a humuszból a növények pedig nagyon könnyen fel tudják venni. Azt a részt magyarázd el a kedves nézőnek, meg nekem is természetesen, hogy amikor a molekuláris biológián túlmegyünk, és mondjuk abba a talajba csak már a humusz által, vagy bacik által, bármi által lebontott alapanyagok vannak, mint ahogy a fehérjéből aminosavokat vagyunk képesek csinálni, ahogy a komplettás egy molekulát képesek ezek a rendszerek lebontani alapelemeikre, mert mindegyik ugyanabból. Igen. Hidrogén, elektron, proton, kész. És ebből hogy építenek újból olyan életszerű anyagokat, amire szüksége van a talajnak, meg a növénynek? Mert az én kis gondolkodásomban ez úgy működik, hogy több százezer évig nem lehet azt a talajt úgy kizsigerelni, hogy ott nincs valami utánpótlás. Az utánpótlás az nem jöhet máshonnan, csak az élet által elejtett anyagokból. Hát ez egy körforgás, ugye, minden. Ahogy az emésztő rendszerünkben is, majd a következő adásban még beszélünk, hogyha a mikrobiom rendben van, akkor ő ugyanezt a biotranszmutációt elvégzi, eszed egy marharépát hetente egyszer, és mégis csodálatosan egészséges tudsz maradni. Igen. Tehát ezt... a talajmikrobiom az ugyanúgy kihagyhatatlan része ennek az egésznek, mint ahogy az ember egészségéből nem lehet kihagyni a mikrobiomot. A talaj egészségéből sem lehet, hiszen ezek a mikróbák végeznek minden ilyen munkát. És tehát ők lebontják a szerves anyagot, és humuszt csinálnak belőle, és a humusz tartja a tápanyagot, tartja a vizet, tehát az egész talajt élő anyaggá alakítjuk így, és ezt a körforgást így fel lehet tartani. És ez a megoldás is egyébként annak, hogy hogyan lehet ezekből a sterilizált talajokból újra talajt csinálni. Hát itt mindig nagyon fontos, hogy először fejbe kell ezt megtenni. Tehát aki ezt fejbe, ezt a kapcsolót nem kapcsolja át, és mindig csak azt nézi, hogy hogyan, mit rágya, meg növényvédőszer, meg hozam, meg profit, addig egy olyan csapdában van, amiből nem fog tudni kijönni. És ugye látjuk, hogy mi történik. Emelkedik a műtrágya ára, ha egyáltalán van. Tehát valahol kapjuk azokat a jeleket, hogy el kéne most már gondolkodni. Emelkedik a betegséget. És igen. Tehát ezzel semmit nem oldottunk meg, mert ha megnézzük a statisztikai számokat, ugye például Amerikában is, hogy a legfejlettebb ország, hát egy pár éve csökken az átlag életkor. Hiába a legtöbbet költik gyógyszerkutatásokra, a legtöbbet költik mezőgazdaságra, azt mi a vége, mi meg több a problémánk, mint ezelőtt volt. Tehát ugye most könnyű ezt mondani, hogy ezt a profitorientált mezőgazdálkodást, ez nem vezet sehova. Tehát az biztos, hogy ez a mostani ilyen, most már az intenzívet felváltatta a precíziós gazdálkodás, hogy ez sem kiút, itt nincs kiút. Tehát, hogyha nem tesszük rendbe a talajokat, nem csinálunk belőlük élő organizmust a talajokból, akkor nem lehet ezen az úton tovább menni, mint ahogy most már ebbe az évben, jövőre szerintem még rosszabb lesz. Kapjuk azokat az jeleket, hogy ideje lenne ezen elgondolkodni, és még egyszer mondom, a komposztálás nélkül ez nem működik. Tehát ha rajtam múlna, én biztos, hogy azonnal bevezetném, hogy én törvénybe iktatnám a komposztálást, kötelezővé tenném a komposztálást. Tehát a szerves anyagot elégetni, az bűn, az én meglátásom szerint, hanem azokat komposztálni, visszajuttatni a talajra, mikrobákkal, gilisztákkal együtt. Hát nem tudom, belefér-e egy sztori a gilisztákról. Hogy a fenében? Van nekem egy osztrák agrármérnök ismerősöm, aki az AgroLincnek volt a kutatási fejlesztési igazgatója, és olyan ilyen, tényleg ilyen megszállott biogazda lett belőle, és a Sopron mellé költözött az osztrák oldalra, Burgenlandba, és vette egy volt magyar faluba egy szőlőt, és ott csinált biogazdálkodást. És évente egyszer-kétszer permetez. Míg a szomszéd gazdák 15-20-szor
permeteznek, és nem hiszik el, hogy az ő szőlőjének semmi baja. Tök teljesen jó minőségű, és na, elárulta nekem az egyik titkát, a giriszták, hogy ő mindig végigment a sorokon, és a beteg leveleket leszette. És csinált egy komposzt, egy giriszta komposztot, és a beteg levelekkel etette a girisztákat. Uh-huh. És utána, amikor már komposzt kész volt, azokat a girisztákat úgy beásta a sorok közé. Uh-huh. És ugye ezek a giriszták ezt az információt, hogy mi a probléma, ezt átadták a növények, és a növény tudott védekezni. Tehát uh-huh. ez egy ilyen ugye hát sok kimiai... minden, vagy homeopátia, vagy vizelegyógyászat, ezeket a kontextusokat tudnám itt használni. Igen. Tehát a giriszták ilyen szinten is nagyon intelligens lények. Aztán volt egy másik dolog, csak hogy a giriszták mennyire fontosak Ausztráliában. Volt egy olyan helyzet, volt egy folyó, és a folyónak egyik részére németek települtek be, a másik részére meg angolok. Uh-huh. És városok, falvak. Hasonló adottságokkal. Teljesen hasonló adottságok, csak a folyóvászta. A német oldalon zöld. Néhány 10 éven belül minden zöld volt, erdők kezdtek, legelők. Az angol oldalon meg szinte semmi. Tehát akár mit csináltak, nem működött. Hoztak műtrágyát, minden, semmi nem működött. És akkor meghívtak egy Svájcba élő magyar származású talajmikrobiológust, aki odament, és mondta, hogy kér pár napot. Körbejárt mindent, és elmondta a megoldást. Uraim, bármilyen hihetetlen, itt az a különbség, hogy itt vannak giriszták, itt meg nincsenek. Uh-huh. És akkor rájöttek, hogy a németek úgy hozták otthonról a fákat, meg a növényeket, hogy ilyen földlabdával együtt. És abban benne voltak a giriszták, meg a megfelelő mikrobák. Uh-huh. Az angolok meg ott vették az ottani sivatagba szaporított növényeket, és ezek a giriszták elterjedtek, és akkor ő azt javasolta, hogy építsenek egy nagy hidat a folyón, nem tudom, milyen 10-20 méter hosszú, olyan széles hidat, rakjanak rá 1 méter termőföldet, és a légi felvételeken lehetett látni, hogy évek során szépen az a zöld rész jött át a hidon, és elkezdett zöldülni a másik oldalon is. Én nagyon érdekes, amit mondasz, ugye, mert az előbb említetted, hogy a giliszta ad meg csak humuszba tud megélni. Igaz? Igen, tehát most, neki kell neki az az étel. Hiába csinálnám most egy giliszta iskolát, akkor elmegyek jó szándékkal, mint végzett aranykalászos gazda, igen, és arra a földre ráteszem, amit előzőleg intenzíven megműveltek, nem tudja megtartani, hogy vizet elszalad, mert a giliszta ugyanúgy nedvességigény. Igen. Tehát, hogy ha nincs nedvesség, nincs humusz, akkor olyan, mint hogyha ha megint halott talajra vetném el őket. Tehát mi hát ennek a menete, ugye? Ezt igen. Térjük vissza Ajkához, jó? Mert ott te ezt megoldottad. Igen. Hogy igen. Oda a humusz segített a talajt helyrehozni, és utána ott a giliszták megjelentek, vagy azt is gondoltad, és telepítettetek oda a gilisztákat? Nem, a giliszták akkor nem jelentek meg, ott talajmikrobiológiai, tehát baktériumok jelentek meg először. Aha. Mert azok a baktériumok aztán ott elkezdtek szaporodni, ezen a huminsavon. Uh-huh. Tehát ő nekik a szénforrás részben, hát a széndioxid is, de uh-huh. ez a humusz is szénforrás, és elkezdenek szaporodni, tehát nő a szerves anyag tartalom, és hogyha ugye visszavinnénk a szerves anyagot a talajra, akkor ott elkezdene egy baktérium flóra, meg gomba flóra kialakulni, a giriszták akkor is kellene. Tehát oda előbb-utóbb, hogyha jó, hosszú távra gondolkodunk, és igazi élő talajt akarunk, oda akkor girisztákat is kell lakni. Igen, de akkor elfogadtad azt az axiómát, hogy amikor trágyázunk, akkor az élő anyagot tápláljuk olyan anyagokkal, amiben utána megjelenhet a baktériumnak a széles spektruma, amik utána megölő nedvességet megtartják, és a gilisztákkal szimbiózisba élve bármit képesek elállítani. És hogy egy óriási nagy ugrás, hogy az ember emésztőrendszerében ugyanez van, és ez ugyanaz a másik van. Adásunknak a igen, a nem is akkor ugrás, mert ugye az most már azért tiszta a tudományban is, vagyunk, hogy igaz? Az emberi mikrobiomban és a talaj mikrobiomban rengeteg azonos baktérium, tehát nagyon nagy az átfedés. Tehát a talajbaktériumok nagy része bennünk is él. És ha belegondolunk, ez való logikus, hiszen az újszülöttek steril B-flórával jönnek a világra, nincs bennük egy darab baktérium se. A környezetből vesszük fel a baktériumot. Azért kell a hüvelyen végighaladni. Igen, az első találkozási pont a laktobacilluszokkal.
Na, szóval akkor összegezve van megoldás, igaz? Van. Tehát, hogy ez a humisolós eljárás, mit tudom, egy hektára nézze, mekkora költséget jelent per ma. Nem csak az alapanyagot, hanem mondjuk a kipermetezést. Hát ez ilyen néhány, mondjuk 5000 forint. Az anyagköltsége? Igen. Tehát ez nevetséges ahhoz képest. A műtrágya, nem értünk ehhez, de a műtrágyából mennyi egy hektár szerinted? Biztos nem 5000 forint. Hát a mai árak mellett nem. És hát nagyon sokat is kell belőle szórni. Itt a huminsavaknál is van ugye több fokozat, mert van olyan a natur anyag, amit bányászunk, a Leonard, itt az olyan néhány száz kilót kell belőle hektárra kiutatni, ami feltárt, tiszta, aktív huminsav, tehát azonnal működik, abból ilyen 20-30 kiló kell csak hektáronként. Tehát nem sok kell ahhoz, hogy ezt beindítsuk, és ugye sokan mondják, hogy hát, de hát nincs annyi humisav a földön, amennyi ezt eltartaná. Most ha tegyük fel, hogy ez igaz. Egyébként van, de most tegyük fel, hogy nincs. Akkor is hosszú távon nem a, tehát a huminsavak ahhoz jók, hogy elindítsuk a folyamatot. Tehát huminsavak nélkül nehéz elindítani a folyamatot, mert az azonnal elindítja. De fenntarthatóvá ez a fajta szerves gondolkodás tudja tenni, hogy komposztálni kell vissza a szerves anyagot. Egyáltalán az, hogy csupaszon van egy talaj, az már régen úgy gondolom, az szinte szégyen volt. Két ezt dolog. Most is így kéne látni, hogy nem szabad csupaszon hagyni a talajt. Bemutattuk talán egy évvel ezelőtt, hogy írtál fermentációról egy könyvet. Milyen a címe? Erjesztett élet éltető étkeink. Igen, és most, hogy találkoztunk a Káptalantúti piacon, dicsekedtél, hogy elindítottál egy mozgalmat, és lehetett pályázni otthon saját maguk által fermentált ételekről. Erről egy kicsit beszélj, mert egy nagyon fontos dolog, hogy ez hogy lesz elérhető azok számára, akik ugyanúgy fermentálni szeretnének, mint hogy te. Még egy mondatot engedj meg, aztán nem dumálok. Tehát, hogy ahhoz, hogy ez a belső élet működjön, amíg ez helyre nem áll a belső mikrobiom, amikor a vasszeget is megeheted, igenis szükség van a külső előfermentációra, igaz? Mert ezek a szinergista külső élő bacik teszik élővé a belsődet is. És ami kemikáliákkal nem gyilkolod szét magad, az a mikrobiom csodálatosan él és táplál benned, és olyan dolgokat megold, amire az ember ésszel föl nem foghatja. Például ezt a belső mocsarat, amiről adás elején beszéltem, ez képes kitisztítani, mert most már nem a sejt közötti tér van tele mocsokkal, hanem ezek már szennyezőanyagok behúzódnak a sejtfalon keresztül a sejtekbe, és sejtszinten vagyunk elmérgezve. Ha kirukadt a bél, és akkor problémák, akkor kezdődnek. Na, ha ez meg lesz ez a könyv, amit, meg a pályázat, akkor erről szeretnélek. Most mondhatom ezt? Persze, hogy nem mondhatnál. Tehát így ez a könyv is, meg hát az egész mikrobiom, ugye nekem ez egy ilyen már hobbim is, hogy ezzel foglalkozzam, mert érzem, hogy ez mennyire fontos. Kiírtunk egy pályázatot, hogy akkor csináljunk fermentált ételeket. És ezt tavaly májusban lett ez kiírva, és aztán egy év végéig lehetett beadni a pályázatokat. Nem, az idén. Persze, egy éve el vagyis húszva. Az idén tavasszal lett ez kiírva, és akkor most lett az eredmény hirdetés, két hete volt meg az eredmény hirdetés, hát döbbenetes, milyen receptek jöttek be, milyen jók. Tehát a fantázia azért megvan az emberekben is, azon is csodálkoztam, hogy az ország egész területéről jöttek nevezések, és a háziasszony, az egyszerű háziasszonytól kezdve a biológus, mérnök, doktorig adtak be pályázatokat, és ezt díjaztuk őket, volt egy ilyen díjkiosztó, erről hamarosan a weboldalunkon meg is jelenik majd egy. Na, én ugye nem szoktam egy reklámot csinálni, nem mondom. Szeretném megengedni azt, hogy aki a talajvédelmet szeretné a te logikáddal megcsinálni, akkor a Hiamoto ide kiírjuk alulra, ahol ezt az egész technológiát elérheti, érzem, hogy ezzel teszek. És a könyv megjelenik, akkor ide lobogtatva elhozod, és akkor most csak annyit tudok segíteni, hogy megmutatjuk a korábbi kiadást, amiből hányszor nyomtad újra már ezt a könyvet? Most már harmadszor. Harmadszor, és óriási nagy jelentősége van. Igen. És megmondom őszintén, hogy ugye termékfejlesztésben mi elég sokat közösen gondolkodunk, igen. És ez a fajta gondolkodásmód, ez a Viva Naturale ugyanúgy jellemző, mint a Hiamotorra, és mikor leülünk erre az asztalra, soha nem
konkurenciaként ülünk le, hanem az együtt gondolkodónként. És itt a zárásképpen azért van még egy fölcsapásod, amit szeretném, hogy elmondanád a kedves nézőknek, hogy mivel itt a felelős gondolkodóknak a fóruma van, azért én mindig mondom, hogy ez annyira logikus, ez annyira észszerű, hogy ehhez nem kell egy zseniális tudósnak lenni, hogy lássa be, hogy csak az élet tüze által érted, és csak az állattenyésztés, csak a biológiai növénytenyésztés az út. És ezzel szemben mi a célja annak az erőnek, és erről beszél egy pár mondatot, aki mégis azt mondja, hogy hát gyerekek, ma már ez a sok marhatrágya csinálja a széndioxidot, és aki nem tudja a hülye, hogy a széndioxid nem fölfele száll, hanem most borászkodunk, ugye, és ha bemegyünk a pincébe, ahol széndioxidot termel az erjedés, akkor ugye sok probléma lehet, hogy a széndioxid mindig leül a talajra, mert hogy a legfontosabb, mert a növények a szimbiózishoz ezt használják föl, hogy zöld levele legyen, hogy ezt meg tudják etetni az emberekkel. Elég sokat mondod, akkor el is hiszed, hogy ez így van. Igen. Ausztriában hoztál példát, találkoztam olyan gazdákkal, akik széndioxid generátorokat tettek be a növényei közé, hogy még több széndioxid. Van már nálunk is ilyen. Nálunk is már ilyen. Most már beszélnek egy széndioxid trágyázás. Széndioxid trágyázás. Oké, mert hogy nem a fölfele, mert sem lefele. Na mindegy. Igen. És akkor mi a motiváció azoknak az erőknek, akik tulajdonképpen dönthetnének per ma ebben a dologban, hogy az emberiséget valami más irányba vigyék, mi lenne az az irány, amire nekünk nagyon-nagyon keményen nemet kell mondani? Hát a pénz uralma, vagy egy nagyon messziről, kicsit így közelebbről. Tehát ugye ezek az erők, hát ez nem most kezdődött, már régóta tudjuk, hogy ugye elkezdtek olyan magokat fejleszteni, kutatni, amik nem csiráznak ki. Elkezdtek olyan élelmiszereket szabadalmaztatni, élelmiszer előállítási módszereket, amik szabadalomhoz kötöttek, tehát csak ők használhatják. Tehát ez a tendencia abban az irányban mutat, hogy olyan szinten tartsák az embert az uralmuk alatt, hogy csak tőlük lehessen majd venni mindenféle élelmet. Ezt nem is titkolják, tulajdonképpen ez tulajdonképpen nyílt. Ma már minden az arcunkban van rakva, vegyük már észre. Ott van a Bill Gates, ugye, bevásárolta magát az összes ilyen szabadalomba, amik a szintetikus húsok előállításáról szól. Erre rávezették már régebben a részben a vegetáriánizmus, meg a vega étrend dolgot, amiről nem azt mondom, hogy az nem igaz. De hát a vegák nagy része nem azért vega, mert tudja, hogy azt hogyan kéne csinálni, hanem azért, mert divat. Szerintem. Legalábbis én sok és ha megfelelő mikrobiomja lenne, akkor nem beszélgetnénk erről a kényszer-vegetáriánizmusról. Mert ezt az tény, hogy hát a növényekben nem tudunk minden tápanyagot magunkhoz venni, ami kell, illetve ez úgy igaz, hogy nagyon-nagyon meg kell nézni, nagyon tudatosan kell akkor csinálni, hogy milyen növényeket kell összeválogatni ahhoz, hogy az emberi szervezet mindent megkapjon. Egy kis fölvágás jó, mert nekem van egy nagyon jó kis barátom, dr. Földes László, közös barátom, és ő nagyon régóta vegetáriánus, és azt mondja, hogy mikrobiommal összekötve, hogy neked megfelelő bélflórád van, és akkor most jön megint nagy okosság, akkor a te testeden belül is, például a B-vitaminok, ugye mindig a húsevők ezzel hivatkoznak, a mikrobioma kulcs ebben is, mert egy megfelelő, van a vegetáriánus népcsoportok a Földön, akik tökéletes egészségesek, ha a mikrobiomjuk élő és egészséges, mindig ide jutunk vissza. Minden út Rómában vezet, tehát minden út ide vezet, tehát ha, akkor ezt fenntartom, hogy a vegetáriánusok nagy része nem azért vegetáriánus, mert ennek ilyen szellemtudományi vagy lelki oka van, hogy azok az energiák, amik az állatok megelősével és félelmével keletkeznek, hogy az bekerül a hússal a mi auránkba, mert ez is tény, de nem ezért vegetáriánusok sokan, hanem azért, mert ez divat, és nem is jól csinálják, és egy csomó hiánybetegségeik vannak, meg a B-flórájuk sincs mindegyiknek rendben. Én nagyon sok ilyet ismerek. Tehát az emberiség egy részét ezzel a vegetáriánizmussal kicsit elvitték félre. A másik az a fajta ilyen lelki terror, hogy szegény állatok, hogy tartjuk őket, milyen sanyoló körülmények között megöljük őket, amiben van igazság. Lehetne normálisabban is tartani állatokat, ugye főleg természetes körülmények között élő állatokat, tehát meg lehetne ezt is oldani.
Tehát az emberiség egy részét meg ezzel fogják megfogni, hogy sajnáltassák az állatokat. És a vége az lesz, mint ahogy ezt tervezik, és ez sem titok, hogy az egész állattartást meg akarják szüntetni. Hogy ne lehessen állatot tartani, majd ők előállítanak szintetikus húst, mint ahogy ez már van is, hát Angliában, Amerikában, ez már régóta Olaszországban ezek már működnek. És sorbálnak a szintetikus hamburgerek. Igen. Egyelőre nagyon drága az ellátási költség. Igen. És ezt ebbe akarják elvinni, mert hogyha már kivágtuk az utolsó állatot is, akkor már nincs visszaút. Mm. Akkor már rájuk vagyunk kényszerülve, és akkor csak azt a hús feheted meg, csak azt a szintetikus salátát, mert már ilyet is csinálnak Kínába. Láttam. A szintetikus salátát. Mm. Tehát ezekben a szintetikus dolgokban nincsenek benne azok az összes ásványi anyag, mikroelem, nyomelem. És a GMO-ról most nem is beszéltünk, antioxidánsok, ami a génjénkre hatással van. Így van. És ezek mind-mind génmódosított dolgok, amik ugye a cél, mi a cél? Ez sem titok, ezt ki is mondták. A transzhumán ember létrehozása. Mm. Akit most már olyan technológiák ezek, hogy szerintem fogalmunk nincs, hogy mi hol tart a valós tudomány. Tehát ezt én fenntartom, mm-hmm. hogy évtizedekkel előttünk járnak, biztos vagyok benne. Most már azon gondolkodnak, hogy az oltásokat ételekkel lehessen bevinni. Tehát nem kell akkor oltás, meg terror, meg kényszer, hanem nem is tudod, hogy bekerült a szervezetedbe, és ezekkel a szintetikus dolgokkal akarják a mi DNS-ünket átprogramozni tulajdonképpen, ha nagyon ki akarom sarkítani. Most azért az érdekes, mert például egy mikrocsippet, ami nem túl olcsó, azt lenyelsz, igaz, de másik oldalon ki is jön, tehát hogy igen. Csak ha szivárgó bélrendszered van, akkor tud véremben. Hát ez valószínűleg része a rendszernek, vagy ezek lehet, hogy olyanok, amik normál esetben már a vékony bélbe ugye felszívódnak a tápanyagok, nagy része, hogy olyan kis molekulájuk, hogy azokat fel tudnak szívódni. 2002-ben írtam egy könyvet, és egy kis gondolat ebből, hogy ha állati eredetű táplálékot fogyasztasz, és annak a DNS-e, annak a sejtszerkezete, információ tartalma jóval távolabb áll az embertől, mint például a disznóhús, akivel tudjuk, hogy szívbillentyűt tudunk cserélni, stb., akkor ezek annál kevésbé tudják ezeket a negatív információkat átadni a részünkre. Most én nem azt mondom, hogy herniót tegyünk, ha bár ezt is kitalálták, hogy ezt hát is értünk. Az sem jó. Jó, de a kedvenc idézetet szeretném hallani, amit a Bibliából szoktál nekem ilyenkor elmondani, amit mi ez a keresztény kultúrkör, amiben élünk, azért akceptálnunk kellene, és hogy én ne is dumáljak sokkal többet, tehát nagyon szeretném legközelebb, hogyha a dr. Pénzes Évával hármasba beszélgetnénk, aki a Magyar Talajvédelemért című szolgálatot fölvállalta, és tudom, hogy már ti is kapcsolatban vagytok valamilyen szinten, hogy ha nekünk itt lehetőségünk arra, hogy huminsavval a talajinkat megvédjük, giliszta farmot őstermelőként humusszal létrehozni, egy újfajta megoldás arra, hogy az életet fenntartjuk. És akkor hogy ne csak beszéljünk, én magam, említetted az elején az aranyklászos gazda. Aha. Én elvégeztem az aranyklászos gazda vagyok. Én is, én műparasztnak elvégeztem. és én megtettem már a lépéseket ahhoz, hogy giliszta farmot, komposztálót. Hát én szeretnék egy ilyet létrehozni, hogy ne csak beszéljünk róla, hogy mit lehetne csinálni, hanem meg lehessen mutatni, hogy gyere ide, nézd meg, így kell csinálni. Na, hogyha én személyes példát hoztál, akkor én is, mint aranykalászos gazda, gondoltam egy bátrat, és Franciaországból hoztam be olyan ellenálló szelíd gesztenyéket, ami ellenáll a magyarországi kártevőknek, erről már beszélgettünk sokat, és itt az adások után meglátogatsz engem, ahol a kis szelíd gesztenye farmomon a te készítményeiddel elkülönítve kezeltem a gesztenyefáimat, és meg lehet látni, hogy mekkora hozamkülönbség van bennük. Aki ma diófát vagy gesztenyefát ültet, az a jövőnek ültet fákat, ezt ugye elmondom. Én is legalább 10 hektárt szeretnék beültetni, de ezt nagyon sok másik embernek is lehetővé fogom tenni. Egy ilyen ellenálló fajta sokkal jobban védhető Magyarországon, annélkül, hogy ráoltanánk még egyszer, ami sokkal drágábbá teszi a dolgot, együttműködve veled. Ez egyfajta, nem tudom, hogy most felhoztad azért, mert te mérsz csak idehozni, hamarosan erről is
fogunk beszélni, amiért az egészet idehoztam, mert ez közös ügyünk, közös érdekünk, és ha már ismerjük a másik oldalt, ő az egészet akarja fölfalni. Jó is idézte, kis gömböt egészet akar. Igen. Mi csak a földanyát akarjuk megvédeni. Így van. És élni szeretnénk az élet tüze által. Igen, mert ugye ha most így nagyon messziről nézve belegondolunk ebbe, hogy transzhumán ember, a robotika, felfele megy a világ. A lélek nem tud költözni robotba. Na, én ez az egy, ami azt mondom, hogy talán ez az egy reményünk van, hogy egy robotba az emberi lélek nem tud beleköltözni. Ezt ők valószínűleg egyébként meg fogják magyarázni, hogy dehogy nem. Ez persze nem igaz. De egyébként döbbenetes robotokat tudnak már ma is csinálni. De ez a dolog, ez hiányzik. Mert úgy gondolom, hogy akkor maga az egész teremtés, meg az egész univerzumnak a rendszere valahol sérül, vagy hibázik. Hogyha ezt mint alapaxiomát nem tudunk ebbe hinni. Jó, egy nagyon durva záró példa lesz, amikor itt a Földön találnak olyan idegen élőlényeket, akiknek igazából nincsenek olyan szervei, a gyomrukba itottam ott, ami őket az élők sorába sorolná, akkor igenis rá kellett jönniük, hogy úgy tudnak csillagrendszereken átutazni, ha ilyen transhumanoid zombikat csinálnak, amit valamilyen módon ugye tudatszinten azért tökéletesen jelen tudnak lenni, akik a mi tudatunkat befolyásolni tudják. Szóval látjuk, hogy itt olyan technológiák vannak a világban, amiről nekünk lövésünk sincsen. Igen. Így van, és mivel el vagyunk zárva ettől a fajta tudástól, ezért csak máshonnan szedjük az információkat, onnan is jönnek. Igen. Viszont amiért ebbe az irányba el kellett menniük, az pontosan az, hogy rájöttek ahhoz, hogy innen a Marsra, jobbra-balra elmeneküljenek, ahol majd újabb bankokat hoznak létre, hogy hitelre adják a Marson lévő földeket. Ahhoz nekik azt a zombit meg kell csinálni, amit befolyásolni tudnak, és ennek az első lépcsője az, hogy műkaja, műgondolat, műérzés, csak a lélek nem transzplantálható. Ugye ez szerencsére, ez úgymond csak a fizikai szint. De hát azért vagyunk néhányan, akik úgy gondoljuk, hogy az ember ez nem csak egy fizikai test. Na, a következő adásunk erről szóljon, jó? Az élő anyag állapotáról, ide Szent Györgyi Albertnek is gondolatai befűzzük, és én nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velünk, Jánosnak nagyon köszönöm, hogy itt van velünk. FFK adás sorozatunkat láttátok, és osszátok, és gondolkozzatok, és tegyétek élővé a talajitokat. Főleg azok, akik elmentek vidékre, megkapják a szikes földet, a kiirtott erdőket, és úgy is mondják, hogy ezek úgyse tudnak itt semmit csinálni. Gondoljatok az ausztrál példára, ahol az elhozott bacik és a kies talajon tartott növények találkoztak egymással. Köszönöm. Én is köszönöm. VNTV-t láttok, láthattatok, viszontlátásra.